2013-ban indítottam el, akkor csináltam először a személyes kereső optimalizálási képzésemet, és most jutottunk el oda, hogy ennek elkészült az online változata is, illetve készülőben van. Erről hadd mondjak neked néhány gondolatot, hogy mi volt ez a képzés, ez a személyes képzés, hogyan és kiknek segített, és hogyan tud neked segíteni az online képzés. 13-ban indítottam, egyetlen egy ember volt az első alkalommal, szó szerint, tehát egy embernek nyomtam le a képzést, akkor még 2 napos volt, azt gondoltam, hogy a kereső optimalizálásról mindent át lehet adni 2 nap alatt, talán 2 évig, vagy 2 évig ment 2 napban, és utána áttértünk a 4 naposra, úgyhogy ma már esetleg így ismerheted, vagy így hallhattál róla az ügyfeleim körében, így csak így hívják, hogy a 4 napos SEO képzés. 300-an végezték el ezt a képzést, tehát nem kevés magyar vállalkozó. Vállalkozóknak szól, olyanoknak, mint te vagy, nem multiban ülő alkalmazottaknak, hanem akik ténylegesen benne vannak a mindennapi életben, pénzt kell csinálniuk, teremteniük a semmiből, nem akarnak szakértők lenni igazából a programozásban, nem akarnak szakértők lenni olyan online dolgokban, amikhez nem kell érteniük, viszont sok látogatót és sok vevőt akarnak a keresőből. És ugye a 300 ember nézőpont kérdése, hogy sok vagy kevés. Nagyon sokan, nagyon sokszor jelezték, hogy külföldön élnek, nem tudnak eljönni, gyerekük van, vidéken élnek. Rengetegen jöttek vidékről, de természetesen azért 4 napot itt lenni Budapesten, hogyha az embernek közben megy az üzlete, családja van, akkor az nem feltétlenül egyszerű. Nagyon sokan jeleztétek, hogy jó lenne, ha lenne ennek egy online verziója. A másik dolog, ugye a kereső optimalizálás azért részben változik, bár amit én tanítok, az annyira nagy részt a gondolkodásmódra is épül, hogyha egyszer megérted, akkor a változásokat már ilyen gyerekjáték lesz kezelni. De természetesen változik, és nyilván akik mondjuk 13-ba, 14-be végezték, azok ma már nagyon sok újat tudnak kapni, hogyha eljönnek ismételni. Csak hát akkor eljönni ismételni megint 4 nap, stb. Stb. Úgyhogy most 2017 májusában eldöntöttem, illetve már korábban eldöntöttem, de most megcsináltuk ennek a képzésnek az online változatát. Miről fogsz ebben a képzésben tanulni? Gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy az én véleményem, az én gondolatom és a visszajelzések alapján ez Magyarország legátfogóbb kereső optimalizálási képzése. Ne csapd be magad, ne hidd azt, hogy néhány óra alatt vagy 1 nap alatt bárki el tudja neked mondani, hogy miről szól a kereső optimalizálás. Természetesen be lehet vezetni a SEO gondolkodásmódba 1 nap alatt, sok mindent el lehet mondani, meg lehet tanulni, ami fontos lehet, de az, hogy az egész kép összeálljon, ez nem fog működni. A 4 napból én azt láttam, hogy a 3. nap után jött el az a pont, ahol úgy igazán transzba estek az emberek, hogy így mondjam. De amikor igazán megértettek, hogy úristen, ez az egész miről szól, és úristen, itt nem az a lényeg, hogy most a 8. helyről följöjjek az 5. és legyen még 3 kattintásom, hanem az a lényeg, hogy megszázszorozzam, 1000-re szerezzem, vagy akár még inkább megnöveljem a látogatóimat a keresőből, és egy folyamatos, ingyenes vásárlói, meg látogatói hullámot hozzak. Úgyhogy ezt adja meg neked az online tanfolyam is, ez az online tanfolyam, ez 7 modulból áll, ugye a 7 modul egymásra épül, és végigveszünk mindent, amire szükséged van. Vállalkozóként, amit tudnod kell ahhoz, hogy eredményesen kereső optimalizáld. Akár 1 honlapod van, akár 2, akár 5, akár 10. Úgyhogy mindenképpen nézd meg ezt a lehetőséget. Most a bevezetés időszakában 2017 május elején külön akciók vannak még, tehát olyan áron kaphatod meg, amennyiért később nem fogod tudni, illetve nagyon-nagyon gyors vagy, akkor ajándékot is kapsz hozzá. Nem megyek itt most bele a részletekbe, le van írva ennek a képzésnek az aloldalán, le van írva a részlet, pontosan minden, hogy mit kapsz benne. 2 dolgot hadd mondjak ezzel kapcsolatban. Ugye neked szól vállalkozónak, legyél akár nagy vállalkozó, akár kis vállalkozó, olyan értelemben, hogy csak még egy blogot kezdesz el indítani, és ebből szeretnél pénzt keresni, és megmutat neked mindent, amire szükséged van. Tehát tényleg mindent, ezt hidd el nekem, és hidd el azoknak, akik már elvégezték ezt a tanfolyamot, és nagyon-nagyon-nagyon jó eredményeket értek el, olyan eredményeket, amiket nem is gondoltak volna előtte,
hogy el lehet érni egyáltalán a keresőből, mert egyszerűen nem azt mondják neked, nem azt olvasod az interneten a kereső optimalizálásról, amivel az a lényeg. Nem az a lényeg, hogy egy kulcsszóra hányadik helyen vagy, az a lényeg, hogy domináld a célpiacodat, és hogy dominálod a célpiacodat, akkor százszor, ezerszer annyi látogatód lesz, mint amit most el tudsz képzelni, ezt hidd el nekem. A másik dolog, hogy hiszed, nem hiszed, ugye ez nem feltétlenül hit kérdése, próbáld meg, kezd el ezt a tanfolyamot, nézd meg, vállalkozóként tudod, hogy be kell fektetni, kockáztatni kell, különben nincsen üzlet, semmit nem kockáztatsz, 30 napos kérdezés nélküli visszafizetési garanciát vállalok. Erre a képzésemre is, mint mindegyikre, tehát igazából elkezded, megnézed, tud-e segíteni, ténylegesen látsz-e akár már 30 nap alatt javulást, ténylegesen kapsz olyan adatokat, amiket eddig nem kaptál, és látod, hogy jaj, hát ezért nem működött az egész, és hogyha úgy érzed, hogy hát figyelj, ez annyira nem tetszett, vagy nem jött be, vagy ez nem nekem való, vagy igazából nekem nem tud segíteni, akkor egy e-mailt adsz, és visszafizetjük neked a teljes árat, amit befizettél, úgyhogy nincsen kockázatod. Én azt szoktam mondani, egy dolgot kockáztatsz, azt, hogy lemaradsz, azt, hogy a konkurensed ott lesz, a konkurensed már vagy elvégezte az én képzésemet személyesen, vagy megvette most, vagy mind a kettő, mert amikor ezt fölkínáltuk még elő-elő-elő vásárlásban az ügyfeleinknek, már nagyon sokan megvették. Lehet, hogy ott van a konkurensed, lehet, hogy megcsinálja ő, hajlandó kockáztatni, hajlandó tenni a vállalkozásáért, akkor lemaradsz. Úgyhogy nézd meg a részleteket, rendeld meg a tanfolyamot, nem fogsz csalódni, segíteni fogok neked, tudok neked segíteni, akarok neked segíteni, és fogok neked segíteni, hogy te is hajlandó vagy dolgozni a honlapodon. Köszönöm, hogy itt voltál, találkozunk az online kereső optimalizálási képzésen.